Gyötrelmes napjaim voltak. Minden ébren töltött percemben, mintha kalapáccsal ütötték volna belülről a szemgolyómat. A szüntelen fájdalom egy ködös búrát vont körém. Képtelen voltam összeszedni a gondolataimat, nem tudtam semmire sem koncentrálni. Visszaolvastam a naplómat, és 2011. augusztusánál ez állt benne. Csendes, de nehéz napom volt, uram. A fájdalom a szemem mögött és a nyakamban nagyon megviselt. Az egyik oldalam teljes sötétségben van a látótér kiesés miatt, és állandóan aggódom. Szükségem van válaszokra, és szükségem van gyógyulásra. Istenem, kérlek, add meg a fizikai és lelki gyógyulást. A napom fénypontja mindig a reggeli 700-as klub volt. Egyik nap Gordon az emberek személyes problémáiért imádkozott. Arra gondoltam, hogy nagyon szeretnék meggyógyulni, de csak akkor fogom magamra vonatkoztatni az imát, ha név szerint megemlít engem. Egy Méri nevű hölgy azt mondja, hogy név szerint kell imádkoznom érte. Erre felfigyeltem. Arra gondoltam, ha most fejfájás ellen imádkozik, az tényleg értem szól. Méri, a migrénje most elmúlik. Isten megszabadította önt a fájdalomtól. Minden rendben lesz ezután a fejével. Örültem neki, hogy Jézus ismeri a nevem, és olyan fontos vagyok neki, hogy így szólít. A fejfájásom azonnal elmúlt, és soha nem is jött vissza. Többé már nem kételkedem. Elhiszem, hogy Jézus minden nap csodákat cselekszik. Hiszem, hogy semmi sem túl nehéz neki. Ő velünk van, és nem kell semmitől sem félnünk. A kegyelme minden nap és minden helyzetben elér bennünket. És én ezt megtapasztaltam.